Üdvözlök mindenkit a bemutatómnál. Wanted Guns, ez a játék neve, és ez egy jó borító. Én azt mondom, minden irónia nélkül ez egy jó borító. Meggyőző, engem is meggyőzött, hatalmas nagy hiba volt. Kérem szépen, ez minden idők legszarabb játéka, én ezt így megmondom. Berakom a CD-t, ez vár, ezt a gombot kerülni kell, azon nyomban ezt a gombot válasszuk ki, de hát akkor unalmasan a bemutató, úgyhogy telepítünk. Az elején egy kis szöveg fogad bennünket, és egy kis háttérsztorival, és már rögtön az első mondatban találtam valami furcsát, nevezetesen Devlin tiszteletesről van szó. Devlin tiszteletes egyetlen épp szemét könnyek lepték el. Szemét. Hát legalább van humoruk a készítőknek, mert tudták nagyon jó hova való ez a játék, már pedig ide. De találtam mást is, Los Gauchos. Los Gauchos. Tudjátok, minek hangzik ez a Los Gauchos? Nekem ilyen... Hé, Józsi, még van 10 percünk leadásig, találj már ki valami banda nevet. Los Gauchos. Na, de nézzük csak, lehet, hogy nekem nincs igaza. Nézzük meg Google-nál Los Gauchos-ot mit találunk. Hát, én ezt találtam. Lehet, hogy ez egy hírhet banda, én nem ismerem őket, de ilyet is találtam speciál. Nem szeretném kommentálni. Kép magáért beszél. És nézzük csak a menüt. Igen, ez egy tűrhető menü, azt mondom. Itt még nem tudja az ember, mi várja. Itt még bizakodó az ember. Tehát kezdjük is a játékot. Devlin megviselten kapaszkodott fel hűséges ló a nyergébe. Erre ez a kép vár bennünket. Egy fetrengő ló a földön. Nem értek a lovakhoz, de nekem ez a ló nem néz ki egészségesnek. Nem tudom a sztoriát. És kezdődjön a játék. Igen, hölgyeim és uraim, ez a játék. Egy katasztrofális felülnézet, és ami nem lehet változtatni. Itt még elviselhető, de később majd még részletezem. Egy jobb klikkel kiválaszt egy célpontot, tehát még célozni se kell, hanem nyomsz egy jobb klikket, és lő magától, neked csak egy bal gombbal, bal egérgombbal csak lőnöd kell. Valami kihívó, dinamit rúddal, fantasztikus effekt, és mehetünk is tovább. A nézet miatt abszolút helyenként fogalmad nincs, hogy kell menni, egy bal oldal, vagy jobb oldalt van egy térkép, itt a pogácsák között kell elmenni, és a térkép alapján valahogy orientálódni, de hihetetlenül rossz. Tehát ilyen rossz nézetet még nem láttam. Na, itt az első ellenfél, jobb klik, lövés. Olyan élvezetes. És most ott a kerítésnél. Ő engem simán lelő, nézzétek csak az energia szintet fönn. Én képtelen vagyok lelőni kerítésen keresztül. Nála ez nem probléma. Érdekes. Úgyhogy be kell menni a kerítés belső oldalára. Nagyon jó az irányítás. Úristen, komolyan mondom már. Most hány ingerem van? Na, tovább a faluba, mert ilyen is van. És ugyanez a játék. Annyira jó, komolyan. Ugyanez, ő le tud lőni, én nem tudom lelőni. Úgyhogy be kell menni, szenvedni a bejáratnál, lőni. Egy méterről képtelen vagyok a pisztollyal lelőni. Ajjajjaj, de jó. Újabb ellenfél, újabb izgalmak. Bukfencezzél, öreg, bukfencezzél, ez az. Ah, meghaltam ezt a kétségbe esett küzdelmet. Nézzük csak, ott egy őr fenn, nagyon átütő a hatása, semmi, rám se lő, igazából csak örülhetek neki, annál kevesebb hajat tépek ki a fejemről. És ez a játék, nézzétek, a felülnézet miatt helyen fogalmam sincs, honnan lőnek. Mégis hogy reagáljak a lövésre, hogyha azt se tudom, honnan lőnek a nézet miatt, amit nem lehet megváltoztatni? Ez is érdekes játék kimentve. Hát, érdekes megfogalmazás. És a második pálya, emberek, az FPS teljesen forradalmasított változata. Nézzétek meg.
Hát ez nem móka, hát akkor nem tudom mi. Mozognom se kell, csak az egeret kell mozgatnom. Ez ilyen jó játékterem feeling. Na, honnan bukkan elő? Ó, oh, ott van fenn a tetőn! Ó, oh, hatalmas! Ezt a kihívást! Hogy fut? Ó, oh, nagyszerű! Ez... elképesztő. Egyébként, hogyha itt meghal az ember, ami előfordul, akkor kezdheti a legeslegelejéről. Mármint a FPS-es verziónál. Hatalmas, szóval... mindenkinek meg kell venni ezt a játékot. Elképesztő. Na és egy kis rész után kapunk egy ilyen fantasztikus animációt. Hűha. Na, van itt valaki? Ah, senki. Tök poén, nem? És ezt mindig végig kell nézni, akárhányszor meghal az ember. Ja. Végre ember! Ez 31 másodpercig tartott. Na, itt egy következő pálya. Ugyanom kezelhetetlen az irányítás, és egy mindenféle lovas cuccokat kell összegyűjteni. Olyan élvezetes. És itt van egy érdekes tábortűz, nézzétek, a lécek teteje ég. És a lepedők is igazából hogy tudnak mozogni. Oké, nem értek fizikához nagyon, de... Na és ez volt a kedvencem, nekem késem van, nekik puskájuk. És éppen ezáltal ilyen valami fenn, de itt a következő. Ez a csúcs, ez a pálya. Ez tényleg ilyen kezelhetetlen. Én most nem szarakodok szándékosan. Borzalmas az irányítás, nem tudom elégszer elmondani. Rémes. Piszta is továbbra is szart sem ér. De lesz ez még jobb is például ebben a következő klipben. Nézzétek meg, egy sziklában vagyok benne. Hogy csinálom ezt? Rémes, egyszerűen, aki ezt a játékot csinált, az szégyelje magát. De szerencsére találtam egy programhibát, és valahogy ki tudtam jutni a sziklára. És emberek, olyan megváltás volt, egyszerűen csak lovagolni így. Tiszta edérzékenyülök. Nézzétek, sem tudnak rám lőni. Mert nem tudom, valami védőpajzsom van. Azt mondom, ez egy hasznos programhiba. Olyan hálás voltam ezért. Ah, bonanza feeling. Csak élvezzük a pillanatot. Ez a legjobb rész az egész játékban, komolyan mondom. Csak hát sajnos módon valahogy vége lett a sziklának, és érdekes grafikát kaptam. Aha. Oké. Okay. Na itt egy példa a védőpajzsomra, nézzétek. Viszont még ezt a sziklás rész se tudtam kihasználni, mert volt egy olyan hiba, hogy nem tudtam a szikláról visszavenni a pályára, úgyhogy még csak ezt az örömet is elvette ez a játék. Nézzétek csak, nem tudok visszamenni. Ez az a pillanat, hogy köszönöm szépen, kedves Wanted Guns, menj a jó büdös francba, életemben nem akarok többet látni. Úristen, egyszerűen kibírhatatlan. Emberek, csináltok hasznosat, szedjetek szemetet, töröljetek port. De ezt a játékot be kell tiltani. Nem tudom, ezek a készítők hogy gondolták, hogy ez a játék kész van, piacra dobható, szégyenletes. Fúj. Emberek, írjatok ennek a cégnek, írjatok leveleket, ezt a játékot el kell tüntetni a boltokból, telefonszámot is adok. Jaj, de felúsztam magam.